Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság első osztályában a harmadik forduló mérkőzéseit rendezték a héten. A listavezető és eddig veretlen bádogos, az újonc és egyben győzelem nélkül a 12. helyen tanyázó Truck Trailer Köfém 2 csapatával találkozott. A Városi Kispályás bajnokság ugye ez a harmadik fordulójában, mármint az első osztályi bajnokság harmadik fordulójában egy nyeretlen és egy veretlen csapat csap össze a bádogos zöldmezben, az az együttes, amely még nem vesztett pontot az idei bajnokságban. A Truck Trailer Köfém 2 kék mezben támad balról jobbra a képernyőn, ők még nem gyűjtöttek győzelmet idén. Strommer adja hátra a labdát Takácsnak. Nézzük a két csapat összeállítását. A bádogos kapujában erdélyi, aztán mezőnyben 5-össel Skultéti, 6-ossal Strommer, 4-essel Takács, 10-essel Nyakas és 14-essel Rózsa. Míg a másik oldalon a kapuban Német Attila, mezőnyben 17-essel Balogh Árpád, 5-össel Horváth Csaba, 11-essel Patkós Zsolt, 7-essel Mezősi Endre és 14-essel Szabó Tamás. Az első fordulóban a bajnoki nyitányon a Trák 6-4-es vereséget szenvedett a Bretton RT-től, majd aztán a második játék héten valamelyest javított a Trák, akkor a tavaly ezüstérmes Bombonnal 3-3-as döntetlent játszott. A bádogos pedig eddigi két mérkőzését megnyerte, a Jó Rádiót 4-3-ra, míg a Torullányt 10-2-re verték a zöldmezesek. A kékmezes Truck Trailer újonc az idei bajnokságban. Az NB1B elmúlt, illetve az 1B elmúlt kiírásában a második helyen végeztek. Szép is lenne, hogyha az NB1B-ből rögtön a kispályás bajnokság első osztályába jutnának a csapatok. Balogh készülődik bedobáshoz. Skultéti, Rózsa, rossz helyre Patkós, Horváth. Skultétit csapta be, aztán belebonyolódik a cselekbe, rálépett a labdára. Strommer húzza meg a jobb oldalon, jobban lő, Német Attila pedig véd. Mezősi, Skultéti lépett ki, Rózsa. Mezőnyfölényben volt a bádogos, három támadó vezette a labdát két védőre, de végül sikerült hatástalanítani az akciót. Mezősi, Szabó, Balognak, Patkós, Balogh Árpád nem tudta igazán jól átvenni a labdát. Balogh Árpád már több szezont is lehúzott az első osztályban. Korábban játszott a Fapados Sörözőben, az Aprilia Motoros Bolt együttesében is. Takács, Balogh Árpád szereli, és aztán végül Skultéti tisztáz. Az ötödik percben járunk, 0-0 az eredmény. Patkós bedobása. Horváth Csaba érkezett a labdáért. Takarásból lőtt el a labdát. Erdélynek kellett fognia. Rózsa.
Nyakas, német vetődik ki a kapujából. Patkós, vissza a kapusnak, aki előre éveli. Horváth Csaba bevárja a társakat. Horváth még mindig, és aztán hárman álltak előtte. El is akadt a labda. A kontrakcióból Takács indította volna a bádogos támadását, de labdája nem volt pontos. Nyakast szerette volna játékba hozni. Balog. Rossz megoldás. Takács bedobása. Rózsa. Patkós. Balog. Német. Ez a labda a másik kapusé. Skultéti. Strommer. Mező sihálta útját. Balog. Rózsát csapta be. Ugyanezt teszi Takáccsal is. Szabó. Balog. Horváth. Skultéti mellett nem tudja középre passzolni. Dobhat a bádogos. Takács. Nyakas indul be. Kapja is a labdát Takácstól. A visszapasszolt labda sem volt rossz. Takács lábáról azonban picit messze pattant a játékszer, így Németh Attila birtokba tudta venni azt. Nyakas. Strommer a jobb oldalon, Takács pedig a balon. Mezősi érkezett és kísérte ki a labdát. Balog. Skultéti eddig remekül őrzi Horváth Csabát. Skultéti. Rózsa. Takács. Strommer. Strommer adja el. Horváth. Patkós. Nagy a küzdelem a labdáért a pálya középső részén. Balog. Folyamatos játék, nem igazán alakul ki egyik oldalon sem. Ha egyik, hol másik csapat játékosai veszik birtokba a labdát. Balog szabálytalan. Bádogos szabadrúgás következik a 9. percben. Két tagú a track sorfala. Takács kéri a 3 métert a játékvezetőtől. Ezt a kérést pedig közvetíti a bíró a játékosok felé. Szöglet. Takács mellé. Szabó Tamás. Balog. Strommer. Szabó fejeltele. Takács. Szép volt az esernyőcsel. Nem volt rossz megoldás Takácstól. Nem engedte, hogy lepattanjon a labda, és Némethnek kellett dolgozni a picit. Az biztos, hogy parád és találat, hogyha ez beakad a hálóba.
Takács. Rózsa. Takács és Mezősi párharca. Mezősi volt szabálytalan. A bálogos hozhatja játékba a labdát szabadrúgással. A 11. percben járunk, gól nélkül. Mezősiről megy ki a labda, Strommer dobhat. Strommer inkább ott hagyja Takácsnak. Nyakas! Szabó állta útját a labdának. Patkós. Balog. Horváth. Erdélyi kapus rúgt előre. Mezősi. Strommer lépett közbe, és állta útját a labdának, megakadályozva ezzel, hogy Balokhoz eljusson. Takács. Strommer. Nyakas. Rózsa. Ez már lövő helyzet. El is lőtte Rózsa Csaba. Nem sokkal került el a labda a kaput. Marad a 0-0. Mezősi. Cserél közben a bádogos Takács helyett. 8-as számmal Szabó a pályán. Pontosabban Fodor, elnézést, 3-assal. Rózsa bedobása. Mezősi fejeli ki, Skultéti. Fodor. Erdélyi. Skultéti. Fodor kapja vissza. Rózsa a vonal mellett. Strommer. Fodor. Rózsa. Szép játék. Patkós lépett közbe. Strommer. Fodor. Nyakas. Rózsa. Németh mekkorát védett. Nyakas remekül tette a labdát. Rózsa elé, a hatoson belülre, aki egyből lőtt, Németh Attila pedig hárított. A rövid sarokra érkezett a labda. Skultéti. Fodor. Rózsa. Fodor. Nyakas. Rózsa. Szöglet. Rózsa teszi át kapáslövésre a másik oldalra. Strommer lőtt is, és újabb szöglet következik, hiszen Bakonyi Zsolt hátán változtatott irányt a játékszer. Nyakas. Ez nem volt jó. Fodor. Nyakas. Rózsának fel a magasba, Patkós kifejeli. Nyakas. Strommer. Nyakas indul be középre. Skultéti. Rózsa. Lefordul Patkósról, és nem tudja bent tartani a pályán a labdát. Kirúgás. Horváth az oldalhálót találja el, lefordult Skultétiről. Fodor. Mezősi sem, és Patkós sem tudja megállítani Fodort. Strommer mellé. Óriási helyzet volt ez is.
Egyelőre a bádogosnak van több lehetősége. A 15. percben járunk. 0-0 az eredmény. Bakonyi. Fodor. Patkós. Fodor lép közbe. Nagyon erőszakos, de Patkósnál marad a labda. Aztán eladja. Rózsa. 3-2-ben. Nyakas. Nyakas még mindig. Leadja Fodornak, és a kapu fölé lő. Fodor meg is kapta magáét a társaktól. Óriási lehetőség volt ez is a gólszerzésre. Balog. Bakonyi. Mezősi, Strommer, majd Nyakas a labdával. Rózsa. 1-0-ra vezet a bádogos. A 17. percben Nyakas erőszakosságát dicséri ez az akció. Végül ketten maradtak a kapussal szemben, és Rózsa higgadtan gurított a kapu közepébe. Ezzel 1-0-ra vezet a bádogos. Bakonyi. Balog. Be középre. Horváth Csaba lába előtt gurult el a labda. Vissza kellett lépnie, ezért nem tudta elérni. Bakonyi. Kint van. Fodor, Strommer, kényszerítő, Nyakas, Strommer, Fodor, Nyakas a másik oldalon. Sokat várt a lövéssel, végül Mezősi lépett bele. Balog. Szabó Tamás. Bakonyi. Horváth. Skultéti vele szemben. Skultéti szerel. Balog még megállítja a vonal előtt. A vonal mellett. Bakonyi. Balog. Horváth Csaba merre veszi, aztán megszeridíti a labdát, és amikor éppen fordulnak, kihúzzák a lábát. Trák szabadrúgás a 19. percben. Két tagú a bádogos sorfala. Horváth Csaba lövi rá, levágódik a sorfalról. Bakonyi bedobása. Szabó fejelte vissza középre, Skultéti pedig zavartalanul szabadított fel. Balog. Szabó csúsztat. Ez nem okoz gondot erdélyi kapusnak. Skultéti. Szabó. Bakonyi. Szabó Tamás. Balog. Rózsa lépett közbe és szerez labdát. Rózsa fölé. Túlságosan kisodródott már Rózsa Csaba, azért megpróbálta jobbal kapura tenni. A labda azonban a kapu fölé szállt. Szabó. Horváth egyből tovább.
túlságosan hosszú és magas a labda. Fodor. Skultéti. Strommer. Skultétinek vissza. Jurászik 15-össel a pályán a bádogos együttesében. Strommer. Jurászik Zoltán Rózsa Csabát váltotta. Strommer. Balog Árpádról vágódott le a labda. Bakonyi. Balogot futtatja a jobb szélen. Skultéti érkezik keresztezni, és jól fedezi a labdát Balog elől. Kevesebb mint 4 perc van hátra az első félidő rendes játék idejéből. 1-0-ra vezet a bádogos. Skultéti. Nyakas. Fodor. Nyakas kapja vissza. Strommer. Fodor. Strommer lassabb volt, mint ahogy azt Fodor képzelte volna. Túlságosan gyors labdát adott. Bakonyinak kell hátrálnia. Fodor. Nyakas. Nem tudott lefordulni Mezősiről. Ez jó labda Bakonyinak. Bakonyi lő mellé. Balog ívelte előre a labdát a védők mögé. Ott Bakonyi várt rá. És aztán a kapás lövés. Végén a labda a kapu mellett hagyta el a játékteret. Maradt tehát az 1-0-ás bádogos vezetés. Skultéti. Nyakas. Patkós. Bakonyi. Mezősi. Óriási védés Erdélyitől. Szöglet. Patkós szöglete. Bakonyi tette rá, és egyenlít a Track Trailer. A jobb kapufa segítségével ugyan, de a labda a gólvonal mögé jut. Egy szöglet után tehát egyenlít a kékmezes Track. Bakonyi Zsolt a gólszerző. Mindez a 23. percben. Fodor. Jurászik. Patkós. Bakonyi. Patkós kapja vissza. Mezősi. Jók a cselek. Némi szerencséje is van a kékmezes hetesnek. Strommer. Skultéti. Bakonyi. Szabó. A kapust választja. Az első félidő utolsó percében járunk már. Balog. Erdélyi fogja. Jurászik. Nyakas. Kint volt a labda. Balog bedobása. Bakonyi féli le. Skultéti. Nyakas.
patkósban akadt el, gyurászik. Szabó Tamás állta útját. És hogy szerencsétlenül pattant a bádogos szemszögéből a labda, hogy a trák dobhatott. Balog. Bakonyi szépen tette tovább, most érkezik középre a labda, de nem érkezik játékos társ. Így marad az 1-1-es mérkőzés állás az első félidő végén. Egy egyes állás tehát. A második félidőben a Trakk kezdte a játékot. Patkós. Balog. Szabót támadja Strommer. Balog. Jurászik akadályozta meg abban, hogy megindítsa a Trakk támadását. Ismét dobhat a Trakk trailer. Szabó. Bakonyi. Szabó kapja vissza, aztán inkább hátrafelé játszik német. Szabó. Bakonyi. Patkós indul be, nem jut el hozzá a labda. Strommer, Skultéti. Szabó előzte meg Takácsot, aki azért odarúg Szabó Tamás lábára. Szabad rúgást végezhet el a Trakk trailer. Nyolcas számmal Szabó a pályán, a bádogos csapatában. Bakonyi, Szabó Tamás. Patkós, Szabó Tamás lövi el, Erdélynek kellett védenie. Balog. Takács ugrott magasra, és fejelte fel a labdát, amire Erdélyi mozdult ki. Strommer. Jól tartja, Strommer még mindig, és aztán ellövi a kapu előtt keresztbe. Patkós. Szabó Tamás. Patkós kapja vissza. Mezősi. Patkós indult be, Szabó őrizte. Takács. Patkós. Szabó Tamás. Balog. Bakonyi. Marad nála a labda. Szabó Tamásnak teszi vissza. Próbálnak helyezkedni a játékosok. Bádogos jól védekezik. Bakonyi. Skultéti lép oda. Bakonyi Zsolt dobhat. Balog, kapáslövés. De a kapu előtt helyezkedő játékosokról pattan le a játékszer. Strommer. Jurászik felé. Mezősi. Bakonyi. Takács tolta ki Mezősit.
Strömmer. Jurászik. Strömmer kapja vissza. Nem találta el jól a labdát Bakonyi. De középre Balog. Egy picit a háta mögé érkezett talán a labda, ezért nem tudta Balog Árpád irányítani. Skultéti. Strömmer. Harmincegyedik perc, Bádogos Trak 1-1. Jurászik bedobása. Takácsot Mezősi őrizte. Bakonyi. Ez a kapusé. Strömmer. Jurászik. Patkós emelte a kezét, de végül nem ért bele a labdába. Német. Balog. Vértes Gábor 6-os számmal a Track Trail Elkőfém 2 csapatában. Bakonyi. Strömmer teszi hátra a kapusának a labdát. Bakonyi. Vértes. Szabó Tamás. Előre húzódott. Meg kellett nyújtani a lépteit, hogy elérje a labdát. Ez nem igazán sikerült. Vértes. Mutatja, hogy jöjjön valaki labdáért, Bakonyi ezt megteszi. De közben kivezeti az oldalvonalon túlra. Balog. Bakonyi. 2-1-re vezet a Trák. Bakonyi dupláz. Remek labdát kapott, lefordult Skultétiről. És a kapus hóna alatt. A kapu jobb sarkába lőtte a labdát. Ezzel 2-1-re vezet a Track Trailer a 33. percben. Jurászik. Szabó lőtte a kapu mellé a labdát. Szabó Tamás. Fodor. Jurászik. Patkós. Fodor. Szabó. Bakonyi. Vértes húzódik előre, kapja is a labdát. Nem tudja betenni középre Patkósnak. Két zöldmezes zárt össze előtte. Takács. Strömmer a másik oldalon, Bakonyi az utolsó pillanatban belepiszkált, és így szöglet lett a dologból. Jurászik szögletet Takács a beinduló ember, és egyenlít a Bádogos a 34. percben. Takács góljával 2-2 az eredmény. Jurászik mutatta Takácsnak, hogy induljon majd be, és nagyon jól megértette egymást a két játékos. Balog. Takács. Patkós piszkált bele. Újabb Jurászik szöglet,
Ez most nem jut el csapattársig, Bakonyi. Kontrakció a kékeknél, Strommer zár vissza. Virtes. Takács vele szemben, Bakonyi kapja. Fodor állta útját a labdának. Balog. Strommer szerelt. Takács még elcsípi az oldalvonal előtt. Távolról lő, Németnek ez nem okoz gondot. Bakonyi és Szabó párharca a labdáért. Bakonyi volt szabálytalan, dökte ellenfelét. Fodor, Jurászik. Dobhat a Trák. Balog. Bakonyi sarokkal tette tovább. Erdélyi. Horváth Csaba ismét a pályán. A Track Trailer csapatában Bakonyit váltotta. Balog. Takács lépett közbe. Virtes. Fodor. Takács. Ebből most fordulhatnak a kékek. Horváth Csaba. Virtes. Horváth. Váratlanul érte a labda. Nem is tudta irányítani. Strommer. Jurászik fejjel tovább. Takács veszi le a labdát. Takács még. Ballal lő, Német úszik a levegőben és véd. Jurászik bedobása. Strommer felé. Ismét Németh Attila kapusnak kellett tornásznia. Horváth. Marad a labda a Tráknál. Horváth Csaba dobhat. 3-2-re vezet a Trák. Szabó Tamás húzódott fel, és nagyon pontos volt Horváth Csaba bedobása. Szabó fejjel jutatta a labdát a hálóba. A 38. percben 3-2 a Trák javára. Takács lépett rá a labdára. Patkós előtt elpattog a labda. Jurászik. Németh Attila mozdult ki a kapuból jó ütemben. Erdélyi. Szabó, Fodor. Takács, Németh véd, szöglet. Jurászik szöglete. Dobhat a bádogos. Fodor. Jurászik. Balog elesik előtte. Jurászik még mindig. Németh véd. Újabb szöglet következik. Fodor. Megállítja a labdát, aztán lő, és Jurászik ismételhet. Strommer. Egy újabb találat szögletből.
Strömer mozgott vissza, és ballal kilőtte a bal alsó sarkot. 3-3, ismét egyenlít tehát a bádogos együttese. A 40. percben járunk. Vértes. Balog lábát húzta ki Strömer. Jogos a szabad rúgás a Track Trailer javára. Patkós. Balog. Strömer szereli. A bádogos dob. Fodor. Takács, 3 kékmezes vette körbe. Szabó. Patkós. Horváth Csaba teljesen egyedül elől. Horváth. Fodor lép közbe. Mezősi bedobása. Inkább lábbal végezte el. Fodor. Strömer. Szép mozdulattal tette tovább a labdát, de tulajdonképpen nem volt célja a labdának. Jurászik. Vértes. Patkós indul be a jobb oldalon, ő nem kapja. Inkább Horváth Csabát választotta Vértes, aki egyből egy keresztlabdával próbálkozott. De ez túlságosan erős volt a kis pályára. Balog. Fodor dobhat. Szabó. Rózsa. Az első bádogos gól szerzője ismét a pályán. Balog. Rózsa Csaba egyébként a 2002-2003-as bajnokságban még a Turul Line csapatában szerepelt. Gólvágó hírében állt. És itt a bádogos színeiben is termeli a gólokat. Patkós bedobása, Horváth, Fodorról vágódott szögletre. Patkós megismételheti a sarokrúgást. Horváth fölé. Erdélyi rúgja ki. Rózsa csúsztatta meg. A 44. percben járunk, 3-3 az eredmény. Balog. Vértes. Rózsa, Strömer, picit zavarták egymást. Szabó, Fodor, Szabóhoz kerül vissza. Rózsa, Takácsról ment ki, Balog Árpád dobhat. Horváth Csaba, Patkós helyett közben Bakonyi érkezik a Trák csapatában. Takács, Németvéd. Balog, Fodor, Takács, egyedül oldja meg, de milyen jól oldja meg!
Ismét vezet a bádogos. 4-3 az eredmény. Takács második gólját szerzi a 45. percben. A 17. percben vezetett a bádogos, akkor Rózsa góljával volt 1-0 az állás. Egyébként mindvégig, illetve a mérkőzés hátralevő részében a Traknál volt az előny, és a bádogos rendre egyenlített. Most fordult a kocka ismét. Most a Traknak kell küzdenie, és bizony nagyon meg kell hajtania ezt az utolsó 4,5 percet, hogyha egy ponttal szeretné befejezni a találkozót. Vértes. Horváth. Skultéti őrzi. Horváth Csaba forgatta meg Skultétit, aztán végül ő került ki vesztesen ebből a párharcból. Strommer. Vértes. Rózsáról ment ki. Bakonyi. Mezősi. Bakonyi. Erdélyi véd. Szöglet. Horváth Csaba végzi el a sarokrúgást. Fodor szerzi meg a labdát középen, és aztán Takácshoz íveli, aki fejjel csúsztatta tovább. Szabó. Bakonyi. Rózsa. Takács. Strommernek tovább, de nem volt pontos a passz. Erős is volt a labda. A 48. perc elején járunk. 4-3-as bádogos vezetés. Bakonyi, Horváth, Erdély védett bravúrral. Vértes fejeli vissza, és itt már könnyű dolga van a bádogos kapusának. Mezősi, Rózsa Csaba támadja. És végül a zöldek hozhatják játékba a labdát. Fodor bedobása. Rózsa. Takács. Takács. Szép egyéni megoldás. Németh Attila véd. Fodor bedobása. Rózsát rántják le. Vértes. Valószínű szabálytalan volt a bedobás, ezért fordulhatott a Trakk. Horváth Csaba. Át a túloldalra, és lökésért kifelé jár a szabadrúgás. Sürgeti az idő a Trakk trailer játékosait, hiszen kevesebb, mint másfél perc van hátra a rendes játékidőből. Takács kezére pattant a labda, de mehet tovább a játék. Strommer. Rózsa. Bakonyi. Horváth Csaba. Két ember között lövi el a labdát Erdélyi véd. Hát megvan a lehetőség az egyenlítésre a Traknak. Egyelőre nem tudnak ezzel élni, hiszen erdélyi kapus remekül őrzi most az utóbbi percekben a bádogos ketrecét. Mezősi.
Skultéti előzte meg Horváth Csabát, aki rosszalúan néz a játékvezetőre, hogy ugyan miért nem fújt. Rózsa Strommernek tovább, német véd. Ajtóablak helyzet Strommer előtt. A lehetőség azonban kihasználatlanul marad. Szabó Tamás vette át rosszul a labdát. Rózsa. Az utolsó perc végén járunk már. Fodor. És vége a találkozónak. A Bádogos a 45. percben fordította meg az eredményt, és az utolsó percekre már őrizte egy gólos előnyét, és ezzel begyűjtötte a három bajnoki pontot. A gólszerzők a Bádogos oldalán Rózsa Csaba, Takács, Strommer és Takács, a másik oldalon pedig Bakonyi kétszer, valamint Szabó Tamás egyszer talált az ellenfél hálójába. Még egyszer a végeredmény, Bádogos, Track Trailer Ökofém 2, 4-3. A harmadik forduló egyik meglepetése, hogy az eddig gyengélkedő Turullány végre magára talált. A részletekről és a többi mérkőzésről az összefoglalóban számolunk be. Két újonc csatájával indult a harmadik forduló. A zöldmezes Dekkebau a sárgában pályára lépő Fehérvízzel mérte össze erejét. A találkozó elején nem nagyon találtak fogást egymáson a felek, főleg távoli lövésekkel próbálkozott mindkét oldal. Az idő előre haladtával a Dekkebau került alig észrevehető fölénybe, mely a 20. percben már gólban is megmutatkozott. A zöldek azonban nem sokáig örülhettek az előnyüknek, a Fehérvíz előbb a szünet előtt egalizált, majd a fordulás után a vezetést is megszerezte. A hátra levő bő 20 percben ugyanaz volt a koreográfia. A Dekkebau nagy erőkkel támadott, a Fehérvíz masszívan védekezett és kontrázott. Mivel egyik taktika sem vezetett újabb találathoz, a Fehérvíz 2-1-re legyőzte a Dekkebau együttesét. A Dekkebauval az előző bajnokságban is egy osztályban voltunk, mindig szoros meccseket játszottunk, szerintem nem rossz csapat. Hát nekünk továbbra is a cél a bemaradás, mint hogy újonc csapat vagyunk, hát megpróbálunk mindent, nekünk az ilyen meccseket meg kell nyerni, ilyen csapatokat meg kell előzni, és akkor nem lesz gond talán. A helyzeteinket illet volna berugdani. Itt a második fél időben a vége felé elég sok helyzetet, zicsert kihagytunk. Két kontrából pedig a Tóth Zsolti eldöntötte a mérkőzést. Az első két mérkőzését hibátlanul letudó Bretton RT a mindig mindenkire veszélyes Máva Alba Kerámia Kft. 57 Kronosz ellen lépett pályára. Az agresszívan fellépő Bretton dolgozta ki a meccs első helyzeteit, de a vezetést a Máv Kronosz szerezte meg egy szép fejessel. A hátrányba került Bretton beszorította ellenfelét, és a nagy offenzíva a 20. perc után meg is hozta eredményét. A szünetben már náluk volt az előny. A második fél időt a Máv Kronosz kezdte frissebben, jutalmuk egy szépen kijátszott egyenlítő gól lett. A találat érezhetően jót tett a játék színvonalának, mindkét csapat támadóban lépett fel. A kidolgozott helyzeteket azonban csak a fehérmezesek használták ki, így megérdemelten nyerték a találkozót 4-2-re. Elég kellemetlen ellenfél, fiatalok, nagy pályáznak, nagyon jó kis csapat. Most valahogy kijött nekünk, és erővel bírtuk, és vagy birtokozásban most fel tudtuk venni velük a versenyt. Az első két gólunknál teljesen egyedül hagyták a Horváth Zolit. Nagyon jól ismerem ezt a játékos, ügyes futballista, és egyre fegyelmezetlenül védekeztünk. A harmadik gólnál szinte ugyanígy, ugyanezt megjátszottuk, megbeszéltük, hogy vigyázzunk rá, ugyanúgy ott hagytuk 3-2, utána futottunk az eredmény után. A második forduló után 2-0 pontos csapat volt a mezőnyben, a Jó Rádió és a Turullány, akik a harmadik körben éppen egymás ellen léptek pályára. A piros-feketében játszó Jó Rádió néhány perc alatt két gólos előnyre tett szert. A kezdeti sokból felébredő Turul a játékrész derekán szépített, az egalizáló találatot azonban nem tudta megszerezni a gárda. A második félidő úgy kezdődött, ahogy az első, gólokkal. A 31. percben már 4-2-re vezetett a Jó Rádió, ekkor azonban megrázta magát az ellenfél, és az egyre jobban széteső rádiósok kapujába sorra lőtték a gólokat Mádiék. 16 perc alatt 9 gólt lőtt a Turul, és végül 11-4-re nyerte a pont nélküliek rangadóját. Végig jobbak voltunk, szerintem 10 perc, amikor aludtunk, akkor kaptuk a két gólt, utána végig nyomás alatt tartottuk őket, egyszer meg kellett, hogy törjön az átok, úgyhogy megérdemelten nyertünk. A 30. percig jól ment a játék, 4-2-re vezetetek, mi történt itt a végén, hogy így elhúzott az ellenfél? Hát ezt tudnám, akkor rettentő okos ember lennék, és akkor nem biztos, hogy megtörtént volna ez. Életem legrosszabb meccse volt, ilyen még egész egyszerűen képtelenség, hogy 20 perc alatt 8 gólt kapunk. A forduló egyik legizgalmasabb összecsapását a C+Fefe Vita mérkőzés hozta. A két együttes az olykor becsúszó hibák ellenére élvezetes meccset produkált, felváltva kerültek veszélybe a kapuk.
Mivel a C+V jobban használta ki ezeket a lehetőségeket, a szünetben ők fordulhattak 3-2-es előnnyel. A második játékrészben is felváltva ez csak a gólok, 4 perccel a lefújás előtt döntetlenre álltak a csapatok. Ekkor a taktikáját jobban megválasztó C+V 2 perc alatt kétszer is bevette ellenfele hálóját, eldöntve a párharcot. A vége 6-4 a C+V javára. A Bombon Old Boys mérkőzés első félidejére nem a góllövő cipőjüket húzták fel a játékosok. A fehér mezes Bombon a letámadásra, az öreg fiúk a biztos védekezésből indított kontákra tette le a voksát, de az első 25 percben egyik taktika sem hozta meg a várt sikert. Fordulás után is 11 percet kellett várni az első gólra, melyet a Bombon szerzett meg, és ez döntőnek bizonyult. Molnárék a lefújásig még 3-szor mattolták az ellenfelet, így végül 4-0-ra nyertek a végén kissé elfáradó Old Boys ellen. Helyzeteim megvoltak most is, hát hál' Istennek a végén bejönt egy, és utána könnyebb dolgunk volt. Ezzel megszakadhat ez a rossz helyzet kihasználási sorozat? Hát ameddig ennyi helyzetet kidolgozunk, 1-2 csak belsik. Jól játszottunk és fegyelmezetten, 40 percig 0-0 volt a mérkőzés, ott kaptunk egy távoli gólt, amit nem tudtunk levédekezni, és utána már ki kellett támadnunk, és ez pedig utolsó 5 percben 3 góllal kíméletlenül kihasználta az ellenfél. A forduló záró mérkőzésén remekül kezdett a pirosmezes klub feca, a félidő közepéig 3-szor vették be Máriásék az állandó portásukat nélkülöző Maraton kapuját. A tekintélyes előny túlságosan is megnyugtatta a fecát, a Maraton pedig élt a kínálkozó lehetőséggel, és Szabó Zoltán duplájával a második félidő elejére felzárkózott. Az egyenlítés azonban elmaradt, a feca ismét felpörgette játékát, és újabb 3 gólt lőve magabiztosan 6-2-re nyerte a Maratonsport elleni találkozót. Helyenként azért fölvettük az iramot is, és a versenyt is dacára, hogy jobb képességű játékosokban állt a klub feca. Hát megérdemelten győztek, meg kell, hogy mondjam. A játékkal helyen közel elégedettek vagyunk. Hát remélem, hogy még egy-két olyan játékosunk van, aki nem áll rendelkezésünkre, és aki még jobb játékot tudunk produkálni. Nézzük az első osztály harmadik fordulójának eredményeit még egyszer. Dekkebau Fehérvíz 1-2, Bretton RT MÁV Alba Kerámia Kft. 57 Kronosz 4-2, Jó Rádió 97.1 Turul Line 4-11, C+V Atlantis Pub Fevita 6-4, Bárdogos Traktrailer Köfém 2 4-3, Bombon Old Boys 4-0 és Klubfeca Maratonsport 6-2. 3 forduló után a tabellát a 100%-os Bádogos és Bretton RT vezeti 9-9 ponttal, 3. a Bombon 7, 4. a Klubfeca, 5. a C+V Atlantis Pub, 6. a Fehérvíz 6-6 ponttal, 3 pontos a 7. Dekkebau, a 8. Fevita, a 9. Maratonsport, a 10. MÁV Alba Kerámia Kft. 57 Kronosz, a 11. Old Boys és a 12. Turul Line, 13. a Traktrailer Köfém 2 1 ponttal, 14. a Jó Rádió 0 ponttal. Az 1B osztályban is a harmadik fordulót rendezték a héten az eredmények. Duplex 2001 Kft. Poyák BT 7-2, Coral Pici Csel FC 4-5, FC Chelsea Placbau 2-3, Alba Komplett Shellgáz 5-1, Cooper SC Ságépítő Prizma 4-5, Total Food Széphő Alba Logisztik 1-6. A Mástészta Oksitos mérkőzést december 9-én játsszák majd. A bajnokságban a Duplex 2001 Kft. Vezet 9 ponttal, az ugyancsak 9 pontos Pici Csel FC előtt. 3. a Széphő Alba Logisztik, 4. a Cooper SC, 5. az FC Chelsea, 6. az Alba Komplett, 7. a Placbau, 8. a Coral, 9. a Mástészta, 10. a Ságépítő Prizma, 11. a Total Food, a 12. Opsitos, a 13. Shellgáz és a 14. Poyák BT még nem szerzett pontot. Kedves nézőink, a 4. fordulóban változnak a játéknapok. Kedden 19 órától az Old Boys a Bádogossal, a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. A Bombonnal és a Fevita a Klubfecával találkozik majd. Kedden 18 óra 30 perckor kezdődnek majd a mérkőzések. Ekkor a Fehérvíz a C+V-vel, a Dekkebau a Jó Rádióval, a Trák a Turul Line-nal, a Maratonsport pedig a Bretton RT-vel csap majd össze. Kedves nézőink, ennyi volt már a kispálya, legközelebb jövő héten jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!